Kadarka 2018-as évjárat. Tehát tulajdonképpen a kadarka egy izgalmas fajta, mint, mint növény is érdekes. Rengeteg klónja van a nagyon, nagyon sötét kéktől a, úgymond a rózsaszínig, de érett állapotban. Ö, hát, ö, mi gyerekkoromban az én édesapám egyáltalán nem szerette a fajtát. De az oportó mellett azért egy olyan 3-5 százalékban azért volt jó, hogy a kadarkának mindig magasabb volt a sava, és akkor az hozzá lett téve tulajdonképpen, és így, így azért nálunk is volt kadarka. Hát a kadarkának a művelés módját az külön meg kell tanulni, különösképpen aznak, aki, aki az oportóhoz van szokva, mert az oportó, a pinonoár, ezek a fajták sokkal hogy, ö, ö, kezelhetőbbek terméshozam szempontjából, stb. Azért a kadarka nem annyira, mert egy-két egy világos rügyön tulajdonképpen nem termel, aztán a harmadik, negyediken ott már van termés, tehát izgalmas ilyen szempontból. A bora, a bora az egy úgymond egy rendkívül sok íz zamatanyaggal rendelkező bor, ahhoz képest ugye, hogyha ránézzünk, akkor mindig egy világos szint kapunk, mert a kadarkának a színanyaga azért általában, általában nem mély, tehát hasonlít a, hasonlít a Pinot vagy még talán még annál is egy árnyalattal világosabb akkor is, ha teljes élet állapotban van. Viszont az zamat világa az izgalmas. Nek nagyon sokáig nem volt kadarkánk. Tulajdonképpen 97-ben, amikor telepítettem, amikor telepítettem a, a, Fekete hegyet, akkor Hát mondom, azért kipróbáljuk, mert akkor már mondták, hogy a szexádi kadarka, meg villányba, ugye villányba, a csillagvölgybe rendkívül gyönyörű kadarka volt az 50-es években, és hát az egész ország annak ide arról beszélt. Én akkor gyerek voltam, nem kóstoltam meg, csak hallottam róla, és mondom, akkor lesz saját kadarkánk, meglátjuk, hogy mit tud hozni. Az egyébként a, a ördögárok fölött van, és a, a, a fekete hegynek egy olyan lejtője, ahonnan a, a, a kék frankos szelekció is jön abba a dülőbe tettem be egy észak-nyugati fekvésű, viszont egy katlan, és a katlan hatásba azért az, érési folyamatok kősképpen a szeptember-október időszakban azok nagyon intenzívek. Általában ezt az október időszakban szoktuk születet, megvárjuk az érését, talán egy pár nappal a, a kékflankos szelekció előtt. Ha kibírja, ugyanis hát nagyon fontos az ugye, hogy a, a, a kadarkának a, a, hé anyaga a héja lényegesen vékonyabb, mint a kék frankosi, tehát fontos a növényvédelem, stb. Ha megszagolom, beleszagolok a pohárba, akkor egy gyönyörű gyümölcsillatot érzek. Kicsit a, kicsit a, a az erdei gyümölcsöknek, a szamócának az ízét érzem benne. Ö, rendkívül szép, izgalmas savai vannak a, a, a kadarkának. Azonban én azt gondolom, hogy egy, egy jó sülthöz tudnám elképzelni, tehát tulajdonképpen a kadarka az inkább egy olyan kvaterkázós, vagy egy süldhöz való ö, 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 bor. Engedi magát fogyasztani, tehát ö, ö, az érés az érés az nagyon, nagyon fontos hogy, hogy azért beérjen 18-19 cukorfokra és akkor úgy kell hagyni és, és az, az, abból kell készíteni a vörös néha néha tehát azokban az évejátokban, amikor amikor kicsit több van rajta és nem nem akarok nagyon fürtőt válogatni akkor megvárjuk hogy hogy az érési időszak elején, hogy úgy mondjam, leszületelünk kettő-három fürtöt, és abból készítünk sillert, olyankor általában egy két napig rajt hagyom a, a törkölyön. hagyom, hogy egyszer-kétszer lecsömöszöljük, majd utána vesszük le, és préseljük, ebből lesz tulajdonképpen a, a sillert. Ez általában egy, 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 alacsonyabb alkohollal, egy olyan 11-11 feles alkohollal születik meg, viszont rendkívül könnyeden fogyasztható és nagyon nagyon jó bor. úgymond, azt még fröccsbe is el tudom képzelni, tehát a, 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 a kadarka Schillert. A vörösbor, a vörösbor azt azért azt mondom, hogy a mi őseink annak idején csinálták azt, hogy egy deci úgymond nyomással, ez azt jelentette, hogy egy, egy egész kicsit a, a, szódából az egy decire úgy rá spriccelt, hogy úgy mondjam, és úgy itta meg, akkor volt egy kis gyöngyözősége a, a, a bornak. Még egyszer azt tudom csak mondani, hogy, hogy egy könnyű, kedves, behizelgő általában nálunk nem sok van belőle, egy 1500 és 2500 palasz közötti mennyiség, és hát tulajdonképpen elsősorban itt a, a pincészetbe értékesítjük. Kedves egészségükre! Finom! thank mm -hmm. you